Már megszoktuk, hogy minden parlamenti ülésszak előtt a Fidesz-KDNP együtt is, de a KDNP külön is tart frakcióülést. Most számomra a legérdekesebb mozzanat az volt a felkészülésen túl, hogy a kormányzati szereplőink, tehát a két miniszter, a két miniszter helyettes, így együtt pedig az öt államtitkár beszámolt a kormányzati munkáról, annak a kereszténydemokrata hangolásáról, illetve hát a parlamenti tevékenységünk is szóba került. A kihelyezett frakcióülés egy kiváló alkalom arra, hogy az aktuál politikai kérdésekről egyeztessünk itt, hiszen ilyenkor kötetlen formában beszélhetünk szociális kérdésekről, teremtésvédelemről, környezetvédelemről, az üldözött keresztények kérdéséről, ahogy ez a mai napon is megtörtént, és számunkra ez mindig azért nagyon-nagyon jelentős, mert egymással a tapasztalatainkat is kicserélhetjük. Ülésszak indítás időszakában egyrészt megtervezzük a menetrendet, és ez nyilvánvalóan a választókerületi munkát is segíti. Másrészt pedig azért a frakció egy szellemi műhely is, tehát mindenféle impulzust az ember be tud gyűjteni, részben a választókerületi munka tekintetében, részben pedig a parlamenti munka tekintetében, és hát nagyon fontos az, hogy össze tudjuk hangolni egymásnak a munkáját, tehát megismerjük azt, hogy ki melyik területen milyen témákkal foglalkozik, nyilvánvalóan a frakció az a munkamegosztásnak is a szervezet, illetve közössége, tehát nagyon fontos, hogy az általános politikában megtaláljuk azokat a területeket, azokat a pontokat, amelyekben mindenki a saját területét, saját témáját tudja vinni, illetve ez összeadódik egy közösségnek, egy értékközösségnek, a párt frakciójának a közös munkájába és reménység szerint az ország építésében.